Nagyon örülök Szenekának. Tehát tényleg, nagyon örülök Szenekának. Na, remélem tovább tudott ő is lépni, az meg ezután, amit mondott. Szalonnás. Francis egyik legnagyobb problémája elvileg, hogy a paprikát hosszára vágja, és úgy szar a zsömlébe, szerinte. És hogy ez óriási probléma. Hát mert akkor a végén bajlódni kell a magjaival. Nem látom. Mit tudok csinálni? Legalább azt tudnám, hogy a láncsát elbasztam-e a láncsát, és az a baj, vagy... De nem is nagyon tudok hozni sehonnan láncsát. Hát, logikus az lenne, hogy láncsa nélkül is meg lehet oldani, mert ha elrontod és nincs láncsád. Akkor ezet. De nem tudsz rezetelni. Jó, hát rezetelek egyet. Ja, amúgy föltúrt a maxra. Vezetelek már, nem tudom, hogy mi van. Megpróbálom úgy, hogy hát, ha újra.
Most még egyszer. Pogácsás zsömle. Erről beszélek. Na, tehát akkor mi a megoldás? Nem áll bele. De beleáll, baszány. Eddig előbb lepattant. De nem, mint hogy elérném. Te kukjapó. Nem tudok, nem, mert nem ugrik el odáig. Másik rém, ami lenne.
Akkor ez végül is a másik oldalán. Annak a résznek. Szerintem. Szeszücsi. Az nem a labirintus. Jó, most jöttünk ide-vissza. És itt nem is lehet máshol lenni, szerintem. Vagy hát, lehet, hogy lehet.
Ez mi? Ez mi? Itt mi történik? Jó, ez a följáró volt a túloldalán. Jó, végig kicsit összefutnak most már az útvonalak. Jóha. Azt írja Krisz, hogy közel vagyunk. Ez a vége, valószínűleg. Itt mindennek a magjába vagyunk. Az élet magjába. Nézd meg, minden élet ide fut össze.
Nézd meg. Nyugodj meg, nyugodj meg. El kell, engedd el magad, engedd el magad. Ez lehet az. Nem tudom, mi történik.
És most? Esküröm, tudom, mi van. Lefele úsztak a lények. Élek.
De hol? Hol vagyok? Nehéz megmondani. Hát olyan, mint hogyha lefele már nem menne. De akkor hova? Térkép az már nincs. Nem tudom, mit vártam. Hova? De mit? Már mint tényleg lefele kell? Hát csak a háttérből mondanám azt, hogy lentebb vagyok amúgy. Mert érzése se érzem úgy. De amúgy most már tényleg úgy tűnik, mint hogyha lentebb lennék. Egy idő után tényleg én is éreztem, hogy mintha nem mennék, de... A háttérből ítélve pedig amúgy de... Amint, hogy akkor is a háttérből ítélve úgy éreztem, hogy megyek le, de csak abból. Másból nem. Ez mennyire lehet mélyen már?
Szia, Kevin. Nem jött. Őt keressük. Ez konkrétan, Ferenc, egy pszichedelikus élmény volt, basszány. Ez az utolsó 10 perc.
lemaradtázsoltak egy pszichedelikus élményről. Pipitoki. Nem tudom, mind ugyanolyan. Igen. Ők mit támogatók voltak? Hát a vége... Volt egy-két rész, ahol így... Hát... Volt egy rész, ahol elakadtam. És nem tudom, hogy azért, mert nem volt nálam lánzsa, vagy amúgy meg lehetett volna oldani nélkül. De utána... Hát 10 perc pszichedelikus élmény volt. Azt mondom, a vége. Nem nagyon lehet így szavakat mondani rá úgy. De amúgy az egész játék nagyon fasza. Én nem tudom, hogy ezt miért húzta volna le bármelyik kritikus, de biztos nem volt agyuk. Nehéz amúgy mit mondani. Nagyon érdekes játék alapból. De tényleg, mármint, hogy tényleg. Jó, csak hogy különözi el lett mondva ez. Azért mondtam. Tényleg, tényleg. Nagy nehezen csak keveredtem oda, ahova kellett. Ja, nehéz itt mondani. De azért megnézhetünk egy videót nektek a végéről. Vagy ilyen explained. Mondjuk, ahogy látom, van másfél órás videó is róla. Nem tudom az egész lore-ról, vagy az endingről.
Na tessék. És volt egy csomó olyan része, amit nem értek amúgy. Mármint nem néztem utána, de így anélkül, hogy utána néztem volna, nem tudom, hogy tudnám megérteni.
Akkor ezek, ők azok voltak akkor. Nem? De ebből egyet vagy kettőt láttunk. Na, és akkor oda mentünk föl a robothoz. Szia Lala, szia Zuki. Hát így egyértelműen nem, de hogyha így, nem tudom, most valószínűleg, hogyha sokat játszod a játékot és gondolkozol, akkor ezeket így talán összerakod. Vagy hogyha utána jársz nyilván. Hát ő utána járt valamennyire, azt mondta. A Wikin meg mindenhol, ahol írkáltak róla. Ezt a valamennyi részét, ezt én sem elmondtam neked, hogy volt valami szuper robot, vagy ilyen AI, aki elmondta nekünk, hogy oda menjünk le ezt a részét. De in-game ezeket az infókat nem tudom, mennyire lehetett volna elérni. Mármint így, érted? De nem szabad lebecsülni az embereket, miket fejtenek meg semmilyen információkból, képekből, akármiből.
Na, ennél a robotnál voltunk. De ta, kösz szépen Mulana már 33 éve. 33 évet, Gáczó. Kösz, kösz. Szia. Na, ezek voltunk mi. Ez a mi sztorink.
Tehát igazából még van két másik karakter, amivel lehetne végezni. De amúgy nagyjából az, amit Gergi írt, végül is röviden. De az, hogy a családot hátrahagytuk, végül is rá lehet mondani. Amúgy igen. Amúgy az elején én is csak mászkáltam, és nem tudtam, hogy mi van. Na jó, hát ez.